Mai kultúrkánunkban pest-budai sétákra invitáljuk Önöket, természetesen útba ejtve Újpestet is, és megmutatjuk az újpesti képzőművészek krémjének alkotásait. Megjelent egy nagyon szép könyv, kiváló karácsonyi ajándék, pest-budai séták magánmesék közterekről címmel a Heti Válasz kiadó kiadásában. Budapest kerületeit mutatja be, egy kerületben élő, vagy valamilyen formában kapcsolódó híres ember, nem tudom, szemével, meséivel. Vendégünk Halász Csilla, a kötet szerkesztője, Kezi Csokkom, köszöntöm a stúdióban. Ugye az összes kerületet bemutatják, és valóban egy, hát nem tudom, híres ember, vagy érdekes ember szemével, tehát a kerületek adottak, magyarán szólva azt kellett kiválasztani, hogy kik legyenek ezek az emberek, és még ami egy könyv esetében nem elhanyagolható szempont, hogy ki írja meg őket. Igen. Hát ugye 23 kerület van Budapesten, és mindenhonnan szerettünk volna egy olyan neves embert kiválasztani, aki útitársunk, tulajdonképpen a sétatársunk. Egy olyan embert szerettünk volna kiválasztani, aki maradandót alkotott a saját szakmájában, és nem volt egyszerű egyébként ez a kiválasztás, bár kézenfekvő, hogy nagyon sok híres ember lakik Budapesten, és azt gondolná az ember, hogy milyen egyszerű összeállítani a listát, hogy ki legyen a 23 kerületből, de nem volt egyszerű, hiszen arra törekedtem szerkesztőként, hogy tulajdonképpen minden foglalkozási ágból, amit így az emberek ismerni szoktak, legyen neves ember, legyen színész, legyen író, legyen sportoló, és hát minden más területről tényleg legyenek híres emberek, Kossuth Díjas művészek, közéleti személyiségek, és össze kellett hangolnom, hogy legyenek benne hölgyek is, ne csak férfiak, ugye, mert a híres emberek többsége, valljuk be, férfi, legyenek benne fiatalok is, és idősebbek is, ez mind a szerkesztés szempontjaihoz tartozott, és hát megmondom, úgy is választottam, hogyha az 5. kerületben fotóművész a sétatársunk, akkor a 6. kerületben ne fotóművész legyen, hanem valamilyen teljesen más foglalkozást végezzen az illető neves személyiség. Hát azt akkor most mondjuk, hogy a 4. kerületben, az az Újpesten, Kenta úr, aki bemutatja a Újpestet, de hogy csináljunk egy, vagy egy kis kedvcsinálóként, azért mondok egy-két nevet, 1. kerület Sebestyén Márta, 2. Lukács Sándor, 3. Novodomszki Éva, Erkel László Kentaur, ugye díszlettervező zenész mutatja be Újpestet, Kornis Péter, Fábri Sándor, Tóth Krisztina, Kovács Kokó István, szóval azért tényleg neves emberek. Ez a szerkesztő egy személyes döntése, hogy kik volt, vagy kik legyenek az alanyok? Igen, az én egy személyes döntésem, mégpedig azért volt erre szükség, mert tényleg nagyon-nagyon sok híres embert összegyűjtöttünk a különböző kerületekből, nagyon hosszú volt a lista, hát bevallom, főleg a 2. és a 12. kerületi lista volt a leghosszabb, mert a legtöbb neves ember, nagyon sok művész lakik ezekben a kerületekben, de a többi kerületből is találtunk nagyon sok neves embert, aki tényleg a szakmájában maradandót alkotott, és nagyon örültem, hogy Újpesten megtaláltuk Kenta úrt, Elke László Kenta úr, Jászai Mari Díjas díszlettervezőt, mert ez nagyon hiányzott volna a kötetből, hogyha nem találunk rá, és nekem nagyon nagy élmény volt az a történet, amit Kenta úr Újpestről elmesélt. És pedig? Hát a mai napig, ugye ezen a köteten dolgoztunk egy esztendőt, januárban kezdtük, és decemberben jött ki a könyv a nyomdából, és bárhol vagyok, megjelennek bennem ilyen emlékképek a kötetből, és mondatok is, és hát például az újpesti víztorony, mint újpesti jelképe, az folyamatosan előttem van, és ahogy ott áll Kenta úr, és ahogy őt ott fotóztuk, akkor a szecessziós városház, ez a gyönyörű szép épület. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok kép Újpestről, pedig ezt a riportot, ezek helyszíni riportok, és ezt nem én csináltam, hanem Lukácsi György kollégám, aki újságíró és szerkesztő, de ugye szerkesztőként aztán én úgymond kezelésbe vettem ezt a szöveget is, és nagyon megmaradtak bennem azok az emlékek, amelyek Kenta úrt gyermekkorában érték. Például azt, hogy ugye ő elmondja, hogy tulajdonképpen ez város a városban, Újpest, és hogy még ma is azt mondják az itt élő emberek, hogyha bemennek a városba,
bevegyek a városba, igen, tehát ez a kicsit különállóság még mindig megmaradt. Ez azt mutatja számomra, hogy itt nagyon erős a lokálpatriotizmus, hogy itt az emberek nagyon kötődnek a helyhez, Újpesthez, ami ugye önálló település volt 1950-ig, amíg Nagy-Budapest létre nem jött, és ugye várossá 1907-ben nyilvánították várossá Újpestet, és hát nagyon erős az itt élő emberekben a szülőföldjükhöz való kötődés, én azt gondolom. Alátámasztom, szerintem is így igaz. De akkor maga mostanában úgy sétál Budapest kerületeiben, hogy ezzel a szemmel néz mindent, és eszébe jut egy-egy történet különböző épületekről, meg helyszínekről? Igen, így van. Nagyon nagy élmény volt számomra. És bocsánat, hogy most Újpestről egy kicsit elkalandozok a Budapest nem más baj tájaira, de például az első kerületben, a Budai Várban én magam készítettem azt a helyszíni riportot Sebestyén Mártával, és olyan hatással volt rám, olyan élmény volt számomra, hogy Sebestyén Márta népdalénekes ennyi mindent tud erről a városrészről, ismer minden utcát, minden szegletet, minden emléktáblát, minden házat, tudja a történetüket, úgy utána én magam is vettem a saját kis fényképezőgépemet, és többször bejártam a Budai Várat, és lefényképeztem az emléktáblákat, a házakat, mert egyszerűen annyira bennem maradt, hogy milyen jó történeteik vannak ezeknek az emlékhelyeknek, és én is tudni akartam azokat, amiket Sebestyén Márta, és nagyon remélem, hogy az olvasók is így lesznek ezzel, és a különböző városrészeket bejárják, és ők is szeretnék tudni, vagy azokat az emlékeket megismerni, amelyeket ezek a neves emberek elénk tártak. Szíves örömest vállalták ezt a felkérést ezek a neves emberek? Mindenki szíves örömest vállalta, és nagy erénye szerintem ennek a kötetnek, hogy tele van érzelemmel. Az emberek, ezek a tényleg neves közéleti emberek, Kossuth-díjas művészek, akikkel végig is írtáltuk szinte Budapest majdnem minden utcáját, de nagyon sok helyszínen jártunk velük, ott felidézték, tehát tulajdonképpen a szemünk láttára idézték fel a saját régi emlékeiket, és Kornis Péter fotóművész mondta, amikor elkészült ez a kötet, egy olyan levelet kaptunk tőle, hogy vele a belvárosban sétáltunk, hogy köszöni szépen nekünk, hogy segítettek előidézni, felidézni azokat az emlékeket, amelyek tulajdonképpen amelyekre évtizedek óta ő csak nem is gondolt, de ott a helyszínen, a mi riporterünkkel és fotoriporterünkkel eszébe jutottak a történetek. Azon gondolkoztam, hogy ön elég messziről érkezett Budapestre, Szatmár megyéből, hogyha jól tudom. Tehát, hogy aki összefogta ezt a kötetet, kicsit talán kívülről tudja látni ezt a várost, nem? Tehát, hogy olyan kicsit ilyen, hogy belső, de azért kicsit külső szemmel nézi ezt. Igen, én szerintem nagyon nagy szerencse, hogy én ismerem a falusi életet és a városit is, és ma is megvan a kötődésem Szatmár megyéhez természetesen, a rokonaim ma is ott élnek, és hazajárok. Ugyanakkor nagyon korán Budapestre kerültem, nagyon jól ismerem a várost, úgy érzem. A másik pedig, ami miatt én ismerhetem ezt a várost, talán az átlagembernél jobban, hogy a Heti Városban ugye már 5 éve létezik egy melléklet, először Budai Látkép, majd Pest Budai Látkép címmel, hogyha ezt elszabadít mondani egyáltalán, aminek én a felelős szerkesztője vagyok, és hát próbálunk minél több mindent megmutatni ebből a városból, és nem politikát, és a pártpolitikát ki is zárjuk ebből a mellékletből, hanem inkább kultúrtörténeti emléket, és ugyanúgy van ebben a mellékletben egy olyan rovat, amelyben neves emberek szemüvegén keresztül mutatunk be egy-egy területet. Tehát innen nőtte ki magát tulajdonképpen ez a mi kötetünk. Tehát a mellékletből vagy ebből a magazinból jött az ötlet? Onnan jött az ötlet. Természetesen ez a kötet ez sokkal bővebb és sokkal tágabb, és itt tényleg térképen ábrázoltuk. Olyan, mint egy személyes bédekker, azt lehet róla mondani, de az ötlet maga az ugye onnan jött, hogy a Heti Válaszban 5 éve ezt csinálom, és olyan tudás és ismeret ott felhalmozódott, hogy gondolkodtunk rajta, hogy hogyan lehetne ezt más módon is ugye elkamatoztatni, és hát ebből nőtte ki magát, és nagyon
sokkal tartalmasabb ez a könyv, mint egy újságcikk természetesen az egyes riportok a kerületekből, hiszen meg kell mondanom, hogy olyan munkát végeztünk, ami nem is igazán újságírói munka, hiszen könyvtáraztunk, helytörténeti kutatásokat végeztünk, minden adatot, információt ezerszer ellenőriztünk, és tényleg szerettük volna nagyon méltó módon bemutatni azokat a helyszíneket, ahova ezek a neves emberek elkísértek bennünket. De akkor ön értelemben mégiscsak újságírói munka, hogy néztem a bemutatkozását heti válaszol alapján, és fel egy Kosztolányi idézet, hogy nem tudom, az új tudóssá kell válni, de hogyha ennyit egy újságíró, ennyit könyvtáraztak, meg ennyi háttérmunka volt, akkor gyakorlatilag a témában tudóssá váltak. Igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon beleástuk magunkat, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó visszajelzéseket kapunk, többek között Újpestről is, hogyha ezt el szabad mondani, kaptunk egy kedves levelet a polgármester úrtól, Vintar Mentel Zsoltól, remélem nem haragszik meg, hogy én ezt így a nyilvánosság elé tárom. Azt írta ebben a levélben, hogy emberközeli módon mutatja be a városrészeket ez a kötet, és ez annyira tetszett nekem ez a megfogalmazás, mert tényleg így van, erre törekedtünk, hogy úgy hozzuk közel az emberekhez a kultúrtörténeti emlékeket, a múltat, a történelmet, hogy az élvezhető legyen, egy neves ember személyiségét is bemutattuk egyúttal, és tényleg ilyen a történelmet, a múltat úgy mutattuk be, hogy én szerintem nagyon emészthető és szerethető ezáltal ez a kötet. A kötet szerzői főképp a heti válasz újságíróiból álltak össze? Mindenki. A kötet szerzőjének a nagy része a heti válasz állandó munkatársa, újságírója, de van közöttük olyan, aki nem főállású munkatársa a heti válasz, nem főállású újságíró, hanem a Pest-Budai Látképnek az állandó szerzője, külsősként ugyan, de minden lapszámban a Pest-Budai Látképben ott olvasható a neve. Még azon gondolkoztam a pont a szerzők kapcsán, hogy a szerzők kötődnek azok az adott kerületekhez, amiről írtak, vagy ez csak ilyen szimpátia alapon, vagy valami egyéb elv alapján választottak ki? Hát voltak nagy viták, ugyanis... Csatáztak a kerületekért? Csatáztak. Volt olyan kolléganőm, munkatársam, újságíró, aki a saját kerületében szerette volna megcsinálni ezt a riportot az ott élő híres emberrel, de az már elkelt, és kénytelen volt másik helyszínre menni. Hát nem bánta meg, mert ott is fantasztikus emberrel találkozott, és egy fantasztikus történetet ismert meg. És hát, hogy mondjak, egy személyt, aki mindenki, nagyon sokan szerettek volna, Pál Feri atyát, a 12. kerületben nőtt fel Feri atya, és hát nagyon sok kollégám szomorú volt, mikor megtudta, hogy bizony Feri atya már elkelt, és azt a riportot más fogja csinálni. Szívesen elkísérték volna őt a hegyre, Istenhegyre, ahol ő felnőtt és született, meg libegőzni, gyermekvasutazni, fogaskerekűzni, mert ezekre a helyszínekre is elvitt bennünket. Ő van most a karácsony előtti címlapjukon, nem? Igen, ő van a karácsonyi lapszámunk címlapján, igen, és akkor, ha szabad, akkor még megemlíteném Fábri Sándort, akit ugyanúgy a gyermekkora helyszínére vittünk vissza, mint ahogy Kentaurt ide Újpestre, ugye itt, Kentaurt itt nőtt fel, itt született, és ugye azóta már ő elköltözött ebből a kerületből, de ugye a gyermekkori kötődését azt senki nem tudja elfelejteni. És Fábri Sándort is visszavittük gyermekkora helyszínére, és ez pedig a Terézváros. És hihetetlen, hogy egy új arcáról ismertük őt meg, elképesztően sokat tud Terézváros múltjáról, és ezt ugyanolyan humorosan adja elő, mint egyébként a showit. Nagyon-nagyon nagy ismerete van, sok embert ismert, neves embereket, akit ott éltek, ő ezekre mind emlékszik, mind felidézte, úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt a számunkra, hogy ilyen történeteket ismertünk meg. Tehát az nagyon fontos, hogy ezek az emberek, akiket megismertünk tévériporterként, humoristaként, olimpikonként, vagy éppen színészként, most teljesen új arcukról mutatkoztak be,
ők voltak a mi idegenvezetőink, csúnya szóval, sétatársaink, szebb szóval a kötetben ezt így használjuk, és nagyon, nagyon kellemes meglepetést okoztak nekünk valamennyien. Végül így befejezésként ugyan a kerületeket kimerítették, de valami egyéb folytatása esetleg ennek a kötetnek, nem tudom, hangulatában, tematikájában. Igen, gondolkodunk rajta, hiszen tényleg van egy olyan tudás már mögöttünk ezen a területen, ami arra sarkal bennünket, hogy törjük a fejünket, hogy hogyan tudjuk ezt folytatni, mert úgy gondoljuk, hogy nagy siker, nagyon jó visszajelzéseket kapunk még neves könyvkiadóktól is, hogy tényleg ez a kötet nagyon jól sikerült, nagyon rangos, és szeretnék mindenképpen folytatni ezt a témát, vagy hasonló témát, tehát Budapestről, Budapest helyszíneiről valamilyen módon következő kötettel is majd megjelenni. Hát én is gratulálok a kötethez, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.